Nagyon sok helyen találkozni azzal a meggyőződéssel, hogy a gondolatainkkal bevonzhatjuk a pénzt, bevonzhatjuk a sikert, bevonzhatjuk a gazdagságot, de vajon igaz ez? Tényleg a gondolatainkkal fogjuk bevonzani a pénzt? Nos, a rövid válasz az szerintem az, hogy hát nem igen. Sokan valószínűleg nem fognak egyetérteni azzal, amit most mondok, és ehhez minden joguk megvan, de én a következőképpen gondolom. Most képzelj el engem, ahogy ülök, és nagyon erősen koncentrálok arra, hogy bevonzam a pénzt. Ez aligha segít. Ugyanakkor tény és való, hogy a gondolatainknak van egy nagyon fontos szerepe az életünkben, méghozzá az, hogy amit gondolunk, az befolyással van arra, hogy mit fogunk cselekedni. Most képzelj el valakit, aki meg van róla győződve, hogy Magyarországon nem lehet jól keresni, vagy Magyarországon nem lehet elérni a pénzügyi szabadságot. Mit gondolsz neki, mekkora esélye van arra, hogy ezt elérje? Alig, hanem ő maga lesz a tökéletes példa arra, hogy miért nem lehet ezeket megcsinálni, hogy miért keres mindenki rosszul Magyarországon. Holott számos példa van arra, hogy emberek becsületesen, komoly munkával, ötletességgel, kreativitással igazán szép karriereket építenek Magyarországon, és mellette természetesen szép vagyonokat is. Ha elhiszed azt, hogy ezeket nem lehet megcsinálni, akkor elveszíted a motivációdat, hiszen ha meg vagy róla győződve, akkor alig ha fogsz kitartani minden akadályon keresztül azért, hogy elérd ezt a célod. De hogyha te azt gondolod, hogy már pedig igenis lehetséges, el lehet érni Magyarországon a pénzügyi szabadságot, akkor ezért folyamatosan tenni fogsz. Viszont van még egy dolog, amit nagyon sokan nem ismernek fel, és ezért csak árnyékuk önmaguknak. Viszont most megjött a taxink, úgy megyünk a Papaya Beach-re, de útközben elmondom, hogy mi is ez. Tudod, rendkívül fontos, hogy milyen szám van a fejedben azzal kapcsolatban, hogy mennyit tudsz keresni. Ha valaki évek óta keres mondjuk 2 millió forintot havonta, és hirtelen 300 ezeret kapna, akkor mit csinálna? Hirtelen elkezdeni teperni, és addig meg sem állna, amíg el nem érné ugyanazt a fizetést, amit korábban kapott. Ha kellene, akkor akár évekig tanulna ezért. Hajtaná egy belső vágy, hiszen tudja, hogy képes rá, elhiszi, hogy ér ennyit a munkája. És ha hirtelen azt keresne mondjuk 300 ezeret, aki életében nem keresett 200 ezernél többet, ő hirtelen megörülne, és szépen hátradőlne, kérkedne vele, alig hanem elkezdenék költeni, és nem lepődnék meg rajta, hogyha hamar ismét egy 200 ezeres pozícióban találná magát. A mérce, amit magaddal szemben támasztasz, amit el tudsz hinni magadról, az meghatározza, hogy mennyire hajtasz majd. Bennem egy rendkívül erős vágy volt mindig is, ami akkor is motivált, amikor más már rég hátradőlt. De nem csak a bevételed miatt fontos, hogy mit gondolsz, hanem a pénzköltésed miatt is. Sokan azt hiszik, hogy a bőségtudat az azt jelenti, hogy elhiszem, hogy van pénzem, és költöm, mintha bőségben élnék. Hát nem. A bőségtudat éppen azt jelenti, hogy már most bőséget látsz magad körül, és ezért nem vagy rákényszerülve, hogy folyamatosan szórd a pénzt. Ha bőségben gondolkodsz, akkor észreveszed azokat a dolgokat, amik igazán értékesek, és hálás tudsz lenni ezekért. A tiszta víz, a napsütés, a kapcsolataink, a technológia, a friss levegő. Ez mind ingyen a rendelkezésedre áll. Sokan nem értékelik ezeket, természetesnek gondolják, és azt hiszik, hogy a nagyobb tévé vagy az újabb PS hozza majd meg a várva várt boldogságot. Igazi vagyona viszont pont azoknak lesz, akik nem elköltik, hanem eszközöket vesznek, befektetnek, félretesznek. Végtére is két teljesen más életstílushoz, majd pedig két teljesen más anyagi helyzethez vezet ez a kétfajta gondolkodás. Összességében tehát akár azt hiszed, hogy lehetséges passzív jövedelmet építeni, jól keresni, akár azt gondolod, hogy nem lehetséges, alig hanem nagyon valószínűleg igazad lesz, és nem azért, mert ilyen spiri értelemben be lehet vonzani a pénzt, vagy ilyesmi a gondolkodásoddal, hanem egyszerűen azért, mert a gondolkodásod az ténylegesen kihat arra, hogy mit teszel. És az egyetlen dolog, ami számít, az az, hogy mi az, amit teszel, mit
csinálsz. És ha te úgy gondolod, hogy lehetséges passzív jövedelmet építeni, ha úgy gondolod, hogy téged érdekel ez a téma, és te hajlandó vagy tenni is, akkor töltsd le a videó leírásában található ingyenes 30 passzív bevételi forrás ötlet című anyagomat, amihez kapsz egy ingyenes videót is, amiben elmondom, hogy hogyan értem el azt, hogy 29 évesen elmondhattam, hogy pénzügyileg szabad vagyok. Azt gondolom, hogy nagyon sokat fogsz tudni tanulni belőle. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, sok sikert kívánok, hajrá!